Naprendszer regionális rádiója. És hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. tudományos és fantasztikus beszélgetések színművészekkel a ntv.hu archívumából. Ez itt a Parallax és Annó, az NB Media beszélgetős podcastje. Sok szeretettel köszöntöm mai... <laughs> 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 Tehát sok szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, Zsigmond Tamarát, szia! Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És igazából már elég sokszor beszélgettünk itt a para rádió berkein belül. Hogyan telnek mostanában napjaid? Hát szinkron, 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 szinkron. Hál' Istennek. Van jó sok sorozat, egyik jobb, mint a másik, mindenki nézze őket, hogy a televíziók megvegyék a folytatást is. De nem most komolyra fordítva szólt. Hát november végén elkezdtünk otthon egy kis átalakítást, egy jó nagyot. Kicsit felforgattuk a házat. Úgyhogy ha, ha nem szinkronizálok, meg nem a gyermekemet nevelem, akkor akkor még azt, azt fejezzük be, megcsinosítgatjuk, meg megpróbáljuk meg kicsit otthonosabbá tenni. Milyen sorozatokba szinkronizálsz most? Vízi zsaruk. Nagyon jó sorozat. A Cvetkósanyival mindig azt mondjuk, hogy ma aztán kinyomozunk mindent. <laughs> mondjuk nem rossz, egy jó kis ausztrál sorozat. Jó, hát vannak bugyutarészek, de vannak nagyon, nagyon jók, vagy érdekes sztorik, hogy, hogy tényleg hogy nyomozzák ki, akkor másik ilyen nagy nyomozós sorozata, Miami helyi színelők, azt is szeretem. Akkor um, mm, 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 hát brazil vagy dél-amerikai a sivatag szerelmesei nézők ezrei 11-20-tól sírhatnak egy órát <laughs> a nagy romantikán. Nem Filmek? Tudom. Filmek? Most volt egy Brittany Murphy film, a Kis Fekete könyv, meg hát remélem jön a Star Wars amivel a hercegnő hangját. Már csináltunk egy kis előzetest, úgyhogy jön. <laughs> Igaz az, hogy a Star Wars szinkron közben nem butított képet láttok, és, Igaz. és többféle dolgot is fel kell mondanatok ugyanarra Igaz. a Igaz. jelenetre? Igaz. Ö, mert a Lukasznak az az elképzelése, hogy ugye a bemutató előtt ne, ne lássa senki a filmet, még a maguk a, a, az alkotók sem, Úgyhogy igen, mi is olyan kópiát kapunk, ami, ami vagy így hangyás, meg ki van takarva, meg hát van, van az is, hogy vagy több ö, hasonló jelenet van, vagy több hasonló jelenet kezdődik, de akkor más a végkifejlet, vagy teljesen más szöveg. Azt tudod egyébként, hogy az eredeti forgatáson is így volt, tehát más szöveget kellett mondani. Persze, hát ugyanúgy megcsinálták. Ugyanúgy a színészekkel megcsinálták végig. Szoktál-e internetezni? Ó, uh, szoktam. <laughs> szoktam, hát tanulom a számítógépet, mert bár fiatal vagyok, de, de, akkor is úgy érzem néha, hogy ilyen csillagévekre vagyok én meg az internet egymástól, de szoktam, és akkor főleg magamra keresek rá. Na jó, nem csak magamra, de hát érdekes dolgokat szoktam magamra találni. Mint például? Hát vannak, akik kedvelnek, vannak, akik már kevésbé, és akkor különböző jelzőkkel illetnek, de van olyan is, aki például az én nevemben csetel, és ő Zsigmond Tamara az interneten. Elmeséled ezt a sztorit? Van egy vacskamati, aki remélem, hogy ő, ő, egy volt gimnáziumi osztálytársam, mert egy másik fórumon megtaláltam ezt az osztálytársamat, és ott vacskamati néven szerepel így. És akkor ő, ő mint vacskamati szokott így írni, hogy Zsigmond Tamara, most ezt csinálja, azt csinálja, meg van egy vidéki rádió, aminek a honlapján én fönt le vagyok, mert én vagyok az egyik Station Voice, és akkor ott van rólam egy fénykép is, meg hát egy ilyen kis önéletrajzszerűség, és, és akkor egyszer csak az is így, így, megjelent, hogy, hogy igazolja magát, hogy ő tényleg Zsigmond Tamara. A vidéki rádiót most említetted, ott ugye a másik Station Voice, tehát a férfi hang, ugye nem más, mint, mint Vas Gábor, vele egy interjút hamarosan majd a hallgatók is hallanak még hozzá most pénteken 18 órától itt a Pararádióban. Milyen Station Voice-nak lenni? Biztos izgalmas lehet, hogyha ha az ember ezt folyamatosan csinálja. Hát ez egy egy ilyen kis internetes rádió, úgyhogy itt, itt ilyen fél évente, egy évente mondunk így fel spotokat, meg, meg ilyen kis beharangozót. Tehát nincs, nincs az, mint egy, egy állandóan működő nagy kereskedelmi rádiónál, hogy folyamatosan új műsorok, ez az, amaz, minden. Ott van egy évre így, hogy hát ezek a műsorok lesznek, így nagyjából, és akkor arra így felmondjuk, hogy reklámot hallottak. Itt a Pararádióban is voltál nagyon-nagyon régen, még uh, Station Voice nem is, de megkértek, hogy mondj egy, egy, egy szöveget. Hát nem tegnap volt. Hogy kerültél ide? Egy barátom, a Pille, aki csinálja ezt a Debreceni rádiót, ő, ő, neki voltak itt barátai, és végül is azért jöttünk, hogy az a hobbi rádiónak a spotjait fölvegyük. És aki itt volt, ő mondta, hogy megtennék -e egy szívességet, és fölmondanám ezt, és akkor így, így sikeredett ez. Hamarosan majd a hallgatók Horvát Lilivel is hallanak egy beszélgetést, és ugye ti egy iskolába jártatok. Hát nem egy iskolába, a Földesi Margitnak van egy ilyen kreatív iskolája, jó, hát igen, így, és igen, margitosok voltunk mind a ketten. Járt, azt hiszem, két évet jártunk így, így egy, egy csoportban meg, sőt, nem is kettő többet, mert azért a, a lovakat lelövéket együtt csináltuk meg, meg próbáltunk egy a nyolc nő című nagyszerű krimit, de soha nem került bemutatása, mert mindig, mindig valaki mondta, hogy hát ezt most akkor mégse. Hogy emlékszel vissza azokra az időkre? hú, hát én nagyon élveztem meg, meg nagyon jó volt nekem, végül is az, az jelentette így a mindent a, a szombat délután és a, a margitosok. Ö, eleve a társaság is nagyon jó volt, meg hát ugye hasonló érdeklődésű emberek, színház felé nyitott emberek, kreatív emberek, jókat lehetett hülyéskedni, ökörködni. Együtt mentünk, együtt jöttünk. Jó volt. Te egyébként jóban voltál Lilivel? Mm, igen, de hát úgy, úgy, nagyon sokan voltunk jóba. Szóval igen. Tartjátok egyébként. Ö hát nagyon ritkán. Meg hát így néha, ha szinkronban egy mikrofon elé kerülünk, akkor. Azokkal, akik még oda jártak rajtatok kívül? Hát végül is most olyan neveket tudnék itt felsorolni, hogy Hamman Petra, Német Kristóf, Kecskés Karina, Markovics Tamás, Minárovics Péter. Szóval az elég jó társaság. Így valamilyen szinten ugye egy egy szakmában vagyunk, úgyhogy így hébe hóba találkozgatunk meg. Hát a Margit az most volt húsz éves, hogy ez a stúdió működik, és volt egy ilyen kétnapos gála műsor. Hát sajnos így a régiek közül ö, kevesen tudtak eljönni, mert azért mindenki színház bemutató, ez az amaz vidék, de azért jó, jó volt így, így, látni, hogy ez még működik, és, és jönnek az újjak, rettegjetek. Erről már beszélgettünk egy régebbi műsorban, de ugye nagyon sokszor ö, szinkronizálsz együtt ö, például Markovics Tamással vagy Sesták Szabolcsal. milyen az a csapat? Jó, tehát nem együtt szinkronizáltok, mert ugye külön-külön veszitek hát földre. azért van azért még van az, hogy, hogy együtt vagyunk vagy együtt vesznek föl minket hát jó, hát nagyon jó, hát velük is szinte együtt nőttem fel, meg abszolút így az életem része ez az oldal is, mert, mert hát nap mint nap, sőt, például a Dawsonnál, vagy előtte a Parker Louise-nál, kaliforniai álomba mindannyian benne voltunk, és, és amikor reggel nyolctól este nyolcig együtt vagy valakikkel, hát az, az már teljesen olyan, mintha a családod része lenne. Kaliforniai Tiffany voltál, ugye? Igen. Akkor jó emlékszem. Ennyire emlékszem. Nagyon-nagyon szerettem azt a sorozatot. Fú. Megvan az összes rész. Nem mondom. De. Fúha. Markovics Húha. Tamás jó voltál. Vol. Húha, te vagy, az, te, vagy az én emberem. Még volt a kedvenc sorozatod, amiben szinkronizáltál? Hát a kaliforniai álom, ez, ez nagyon. De a Sony és a haverok, hát az talán az első helyen van. Az, az, annyira, nem azt mondom, hogy rólunk szól, de, de egy az, hogy hát nem tudom hány évig csináltuk azt a sorozatot is. Jó, mondjuk ilyen kisebb, nagyobb kihagyásokkal. De van, hogy az ember úgy érzi, hogy igen, ez a figura, ez, ez én vagyok, vagy én is lehetnék, mert, mert annyira egy hullám hosszon vagyunk. És ezt nem csak én éreztem így, hanem mindenki, aki, aki benne volt ebbe a csapatba. És hát nagyon rossz volt, hogy, hogy vége lett. De a külföldiek is befejezték, mert lezárult, nincs, nincs több részebből. Van olyan sorozat, ami, vagy sorozat vagy film, amiben szívesen szinkronizálnál? Akár, akár utólag is. Tehát látsz egy filmet vagy egy sorozatot, és akkor hú, ezt a karaktert. Persze, nagyon... hát sokszor van. Akár mozifilmbe, akár van egy film, és mondjuk már le van sajnos szinkronizálva, akkor így mondom, hogy hú, de jó lett volna megcsinálni, vagy jó lenne. Hát valamikor összejön, valamikor nem. Mondjuk volt egy Christina Applegate film, és nem nagyon szokták rámoztani. Szóval egyetlen egyszer szinkronizáltam a Krisztina Epölgétet a rémrendes családon kívül. És megnéztem a moziba, ez az édes kis semmiség, amiben a Cameron diázzal van. És megnéztem a moziba, és mondom, hogy nah, de jó lenne, de hát úgyse. És másnap jött a telefon, hogy hú, meg kell csinálni sürgősen egy filmet, és, és Krisztina Elpölgét, és, így, és akkor így rákérdeztem, hogy édes kis semmiség, és mondták, hogy igen, igen, látod? Ó, hát benne, per, persze, persze. Azt mondjuk el egyébként a hallgatóknak, hogy tehát ez, egy fej, ez feliratosan ment a moziban. Persze, és nagyon és sok film egy feliratosan, és, utá, és utána a DVD-re, DVD videókazettára, igen. De sokszor egyébként van olyan, talán a, a Star Wars-t is kétszer szinkronizáljátok? Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy egy moziváltozat elkészül, és akkor utána akár azért, mert nagyobb, akár nem tudom milyen indítatásból, de újra akár új magyar szöveggel veszik föl. Nem. Azt szokott lenni, hogy ha leszinkronizálunk valamit, és mondjuk kijön utána DVD-n, és ugye abban vannak ilyen plusz jelenetek, vagy érdekességek, vagy hogy készült a film, akkor azt pluszban megcsináljuk hozzá. De így újra szinkronizálni nem, nem szoktunk akkor szoktunk mondjuk van rengeteg régi film van, amit újra szinkronizálnak, és akkor mindenki így szívja a fogát, hogy így azért a régi az jobb volt, vagy bármi. Ez azért van, mert vagy nincs már meg, tehát az archívumban, a tévéarchívum, amit ugye felszámoltak, és valami megvan, valami nincs, vagy eladták, magánkézbe van, vagy pedig lejártak a jogok, és akkor újra kell szinkronizálni. Vagy olcsóbb újra szinkronizálni, mint újra megvenni a jogot. Vagy utánkeverni, igen. Öm, mennyit szoktál tévét nézni? Hát keveset. Keveset, mert eleget nézem én a tévét a stúdióban. Szóval egy az, hogy nem azt mondom, hogy kielégít így a tévénézés, mert néznék azért más műsort, de, de bőven elég az, szóval néha kifolyik az ember szemem, mert míg régen a Pannoniában nagy rendes filmvásznak voltak, és mi azon néztük, vagy arra szinkronizáltunk, ma már némely helyen kis tévé van, de szó szerint egy kis tévé van, és, és azt nézi az ember, vagy így skubizza, hogy hol van az ember szája. De nagyon keveset, nem. Mi az, amit megnézel? mondjuk olyan film, ami érdekel, ez lehet művészfilm, vagy, vagy tényleg olyan film, amit, amiben egy, egy, szereplő miatt, vagy, vagy mert hallottam, hogy jó, vagy egy történet miatt, de vagy színházi műsor, vagy ilyen színházzal kapcsolatos műsor. És műsorokat nézel, tehát... Effektíve mondjuk, ilyen, igen. mondjuk kibeszélő sorra gondolsz? Például, nem. vagy, vagy akármit. Nem. Azért nem nézed, mert mondjuk nem vagy otthon, vagy azért, mert valamire nem érdekel? Egyrészt, hogy abszolút nem érdekel, mert nem vagyok kíváncsi, hogy most az XY-nak éppen mi baja, mert nekem is van épp elég bajom, meg az ember nap, mindnap találkozik történetekkel. Kettő, nem, hát ez olyan majom cirkusz színház, ami a tévékben van, hogy én erre nem vagyok vevő. Kedvenc sorozat ilyened van? Igazándiból nincs. Vagy így, Tehát ő... nincs olyan, ami mondjuk leültet, és mondjuk egy pici szomorú vagy, ha nem... De, olyatok. biztos van, de... Ja, nem, szóval, hogyha ha nem vagyok otthon, akkor nem veszem fel például videóra. Ha kimarad a rész, kimarad a rész, de, de szóval úgy nincs, nincs, nincs úgy, amihez ragaszkodom. Szereted visszahallgatni magad? Vagy inkább elkapcsolsz? Tehát, ha mondjuk találkozol egy Ez olyan... Jó kérdés. Ez ilyen több tényezős. Mert ha, ha jó film... Akkor igen, szeretem megnézni, és kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy milyen lett. Mert az, hogy mi, mi ott fölmondjuk a szöveget, az egy dolog, de hát ugye nagyon sok minden nem rajtunk, vagy nem rajtam múlik. Akkor akkor kíváncsi vagyok, hogy mi lett. Ö, azt nagyon szeretem, amikor el tudok vonatkoztatni. Tehát annyira leköt a film, mert tényleg olyan jó film, és akkor, hogy én szinkronizálom, az már így mellékes. Van olyan, amikor csak hallok róla, és, és azért nézem meg, hogy hú, ez, ez jó lett. De valamikor, amikor nem jó film, vagy nem, akkor így belehallgatok, hogy milyen lett, de akkor rögtön elkapcsolom, mert annyira nem érdekel. Szeretsz moziba járni? Hát szeretek, csak keves, kevés, keves az időm rá, hogy műveljem ezt. Tehát. Mi a kedvenc uh, mozifilmed? Ilyen nagyon katartikus élményem volt. Az így kettő, ez a, a napfény íze. Az Úgy ültünk be az emberemmel, hogy ilyen hajnali nem tudom, éjfél és egy óra körül ültünk be, mondom, úristen, hát ez iszonyatosan hosszú lesz minden, de olyan szinten fenntartott, és olyan jó érzést töltött el utána. A másik, amikor a Sose Halunk Meget bemutatták, én magántanuló voltam, és hát volt olyan, hogy néha nem mentem be az iskolába. <laughs> és az Urániába délelét 10 órakor egy fiatalember és én voltam mi ketten voltunk a moziba. És ez olyan élmény volt, mintha csak nekem vetítették volna a filmet, meg hát nem tudom, akkor, akkor így nagyon, nagyon jó volt. Úgyhogy nem is inkább a film, hanem maga az élmény volt jó. Szereted a rajzfilmeket? Szeretem. Hát a régiek azok, azok így gyerekkoromban abszolút bennem, meg hát a, a fiamnak ezeket próbáltam így átadni. Mint például? Mint például hát pompom meséi, meg frak, meg hát ilyenek, ezek a jó kis őségi magyar de azért most is így az leülök, vagy, vagy oda tudok ragadni a, a tévéhez, vagy hát ha a moziba jön ki új rajzfilm, akkor azt ugye meg kell nézni, ami viszont már nem annyira jó, mert én, én nem, nem szeretem ezt a, ezt a mai mozi rajzfilmeket, vagy gyerekfilmeket. Szóval annyira nem a gyerekeknek szól, hanem annyira a felnőtteknek szól, meg, meg annyira felnőtt filmekhez kötődnek egyes jelenetek, vagy epizódok, amik, amikre azt mondom, hogy hát ezt nem tudom úgy önfeledten élvezni, vagy, vagy nem tudok így visszamenni gyerekbe, vagy folyamatosan bököd a gyerekem, hogy ez most mi volt poén? Vagy, vagy, ez, ez most mire utalt? Szóval, hogy ő nem érti. Igen, de sok... a Toy Story, bocsánat, visszatérő, hát a Toy Story, hát az, az, nagy kedvenc, mondjuk nem csak azért, mert voltam benne, de azt nagyon szerettem. Ki voltál a Toy story -ba? Toy Story 2 voltam Aztán a mondtam. cowboy lány. Tehát rögtön Stól András barátnője Igen. Elettél. Nézni fogod e az Oscar díjátadást? érdekel -e téged? Olyan szinten érdekel, hogy, hogy mondjuk kik kaptak, vagy, vagy milyen film, de az, hogy én leüljek és végignézem, nem nem igazán érdekel ez az amerikai nagy rongyrázás. Miért nem látunk téged tévében? Hát ez jó kérdés. Hívnak? Mondjuk, ha azt veszük, hogy ilyen, ilyen reklám castingokra szoktam járni, vagy ö, sorozatok castingjára is elmentem, vagy voltam, de hát végül is egyik sem jött így össze. Mondjuk abból a szempontból nem bánom, hogy... Ö, hogy, hogy én nem nem viszonyok mondjuk az ilyenektől, hogy jönnek, és akkor a fényképeznek, és akkor a minden másodpercbe, és hova megy nyaralni, és mit csinál, és a gyerekét kíséri reggel az iskolába. Szóval én mondjuk ilyenekben nem. Egyszer kétszer jó lenne így vagy, vagy, vagy egy film erejéig jó lenne, de hát nem vannak mások, sztárok. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély szívesen lépsz a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. Patreon.com per Parallaxis szoktál -e reklámot hangosítani? Igen, szoktam. <laughs> És milyen reklámokat szoktál hangosítani? Hát, ha mondhatok terméknevet, vagy csak körülírjuk, mondjunk? Mondjunk. Akkor OB tampon reklám. Akkor most az Osannak a ilyen éppen aktuális akcióit mondom. De volt egy időben a Danon Activia, ami ilyen állandó jelleggel volt. Van nagyon sok rádióreklám, ilyen egy-egy spot, vagy mindenhol megy, minden rádióba, vagy pedig ahova járok úgy, úgy állandó jelleggel a Juventus Rádió, ahol belsős reklámokat is mondok, vagy ilyen belsős spotokat. Most például én mondom a kívánságműsort. Így? Hát nem így, hanem hogy kívánságműsor. Valahogy így. Úgyhogy van, van, mindig van, hál' Istennek extrém reklámban voltál e már hang? Hát, ha arra gondolsz, amire én, akkor igen. Arra gondolok, hogy kerültél bele? Hát nekem az egyik szinkronrendező, elég jó barátnőm, szinkronrendező nő, Gálerika, nevesítsük, és neki van egy ilyen régebbi ismerettség, egy ilyen reklámos srác, és hát ő, ő ez a srác csinált egy-két ilyen reklámot, amikor még ilyen nagy kérdőjel volt, hogy ezt majd leadhatják a tévébe, vagy nem. És akkor mondta, hogy hát csináljuk meg, aztán majd lesz vele valami címszó alatt. Hát aztán lett. Kedves hallgatók, nem biztos, hogy tudják, hogy miről van szó. Tehát ö, ö, Tamara nevet változtatott, Gabinak hívják, és egy négyegyű SMS számra várja az üzeneteket. Nem furat. Hallottad már az ott ezt a reklámot? Nem. Hát ott utána visszahallgattuk, de szóval nem gondoltam, hogy ez majd így le fog tényleg menni, mert de végülis vállalom, vagy így, ahogy rákérdeztél, hát miért ne vállaljam? Hát végülis nem én vagyok ott, meg azért nem sokan ismerik föl. Hál' Istennek, vagy nem sokan nézik, vagy ők sem, ők nem merik megkérdezni. <laughs> Inkább ez, nem tudom. Ha hívnának, akkor vállalnál még ilyet? Ö, hát attól függ. Szóval azért annyira durvát, vagy például filmet nem vállalnék. Ezt szoktam kérdezni, miért nem? Ö, azért, mert nem azért, mert prűd vagyok, vagy ilyesmi, azért van egy gyerekem. És én például, hogyha lehetőség lenne, vagy én olyan ismertebb ember lennék, és egy egy ilyen vetközős magazin megkeresne, egyértelműen nemet mondanék a gyerekem miatt megmondom szintén, mert nekem nincs arra szükségem, hogy, hogy most az apuka, anyuka így kacsingasson mondjuk egy szülői értekezleten a másik padból, de szóval, hogyha az ember akar magának ilyet, mert ugye mindig azt mondják ezek a sztárok, hogy hát, hogy egyszer húsz éves, egyszer harminc éves, jól néz ki, profi, stábbal, ezt így egyszer. Erre szerintem bárkinek van lehetősége, vagy lehet lehetősége. Jó, hát abban az esetben ő fizet ennek a stábnak, hogy, hogy megcsinálják, de hogyha valakinek ilyen nye van, akkor bármikor megcsinálhatja milyen anyukának lenni? Tehát milyen anya vagy te a saját szemszögedből? Hát ezt a fiamtól kéne megkérdezni igazándiból, mert hát én azt mondom egyértelműen, hogy fú, nagyon jó anya vagyok. Milyen kapcsolatban vagy a fiamdal? Mennyi idős ő most? Ő most 11 éves. Hát én remélem, hogy jó kapcsolatban vagyok vele. Jön a nehéz időszak. Hát már most. Ugyanis most sítáborban van, és a piszokdök kikapcsolja a telefonját, hogy ne tudjam elérni. Aztán így hébe-hóba bekapcsolja, és akkor mindig mondom neki, hogy ezért csak annyit, hogy tudjam, hogy épségbe vagy, és nincs semmi baj. Ugyanis úgy ment el a sítáborba, hogy csütörtökön csúszkált kint a jégen, és szétrepett az álla. Mondom, hát ne, ne hülyeskedj, hát ha már itthon ezt csinálod, akkor mit csinálsz majd kint? Úgyhogy ezért is izgultam egy kicsit, hogy mi van vele, vagy, vagy nem történik semmi, de hát nem lehet vele beszélni, mert mondom, kikapcsolja. Aztán amikor meg bekapcsolja, akkor jó van, hát jól vagyok, hát ha a nagy gáz van, akkor úgyis telefonálnék, szóval már így koptat le. Oszt Osztálytársaitól esetleg, vagy akár az osztálytársai ö, szüleitől, tehát mondjuk egy ilyen ö, szülői értekezleten, vagy hasonlón, tehát hogy viszonyulnak hozzá? Nyilván felismerik a hangodat. Igen, de végül is olyan nagy jelentőséget nem adnak neki. Az elején persze így, így érdekesség volt, vagy így, így többen oda jöttek, és, és így megkérdezték az ilyenkor megkérdezendőket, de végül is ez teljesen természetes lett végül is már az öt év alatt, hogy, hogy én én vagyok. Hát a, a, lányok azok mindig jönnek, meg így, ha, ha, találkozunk, akkor mindig mondják, hogy hú, a Totali Spice-ban mi lesz a következő részben, mert hogy az annyira jó, és mm -hmm. és akkor mindig el kell mondani, hogy mi lesz a következő részben. Akkor volt persze már olyan is, hogy fölhívott este egy anyuka, hogy úristen, nem láttam ezt, és ezt mi volt benne? És akkor hát akkor is el kellett mondani. De ezek nem ilyen terhes, meg, meg ezek ilyen jó pofa dolgok végül is, vagy gyorsülnek el ezek a dolgok. És mi történik akkor, ha egy rendőr felismeri a hangod, és azt mondja, hogy hát te vagy Kelly Bundy. Hát akkor elenged, pedig nagyon gyorsan <laughs> mentem. Ez éppen most volt nyárom. Mondjuk így nagyon ritkán ismerik fel a hangomat, vagy nagyon ritkán teszik szóvá. De hát nyáron jöttem föl, éppen valami sorozat miatt kellett, és elég későn indultam, és hát igen, csak 200, na jó, nem 200, csak 180-nal jöttem, és hát megállított az autópályán a rendőr, és akkor hát úgy kérdezgette, hogy hát hova, hova. Hát mondom, nagyon kell sietnem, így azért nem mondtam így, hogy rögtön hova. És akkor így hát ugye elkérte a papírokat, és akkor így, így látta, hogy Zsigmond Tamara, így vissza is kérdezett, hogy én vagyok-e a Zsigmond Tamara. Mondom, hát én Zsigmond Tamara vagyok. És akkor így mondta, hogy Hát ő, ő neki a rémrendes családa, a kedvenc sorozata, és az összes részt megvan videókazettán, és hogy most gondolja hogy megint dolgozni megyek, és, és hogy akkor siessek, siessek, és csináljam is, és akkor elengedett végül is. Szoktatok ö, esetleg összejárogatni a, a régi stábbal, tehát most itt a rémrendes, ö, nem. nem? Abszolút nem. Hát voltak próbálkozások, mert a, az egyik műsor, mondjuk a nevét? Mondjuk. Találkozások. Ö, amikor a, a tévé újra így műsorára tűzte, akkor szerettek volna egy ilyen sorozatot csinálni velünk, hogy beöltöztetnek minket, és megcsinálják ugyanúgy a lakást, és mi játszuk el. De aztán ez, ez meghiúsult, mert a Bástui, básti Juli nem vállalta ezt az egészet. Hát akkor lett volna így lehetőség rá, meg. Ö, Hát így a rémrendes család miatt sokszor hívtak be minket különböző tévékbe vagy ide-oda, de hát ott is mindig, mindig így a, a Juli nem vállalta így a, a, közös szereplést. Egyébként most újra megint műsorom van a sorozat Igen? a Kult cool tévén. Tényleg? Úgyhogy ez lassan, tehát a Tróposi Hőség az sorozatra kezd hasonlítani, hogy megjár minden tévé, de nagy sikerrel fut mindenhol. Mondjuk nem tudom, hogy miért nem vesznek még belőle, mert van, nem csináltuk meg az összeset. Green innen a tehát... Vegyék meg, vegyék meg, léci, léci, léci. Igen, tehát... <laughs> Meg mondjuk még, e, vagy erre visszatérve, sokáig együtt is szinkronizáltuk, tehát együtt volt a család, csak aztán a Juli elment szülni, és akkor utána már, már őt teljesen külön vették egy ideig, és utána meg az Imivel vették, úgyhogy utána már a gyerekek is külön, meg a felnőttek is külön voltak. Gondolom, hogy sok nagy nevetés volt a... Még a volt. közös fel felvételen emlékszel esetleg valami konkrétra? Mindig ezt kérdezett, hogy valami sztori, valami sztori, de hát ez meg már olyan rég volt, hát több mint öt éve nem csináljuk a Rémrendes családot hihetetlen. Azért nehéz ilyeneket mondani, mert ott is nem az volt, hogy mit tudom, egy részt vettünk fel, hanem ilyen öt-hat részt vettünk egyszerre föl, tehát olyan mennyiségű poén volt, amit néha így, így föl se fogtunk, hanem fölvettük a, a tekercset, és akkor utána ezt mélt föl így mindenki, hogy jé, itt volt egy poén, és akkor lett a nagy röhögés. De hát a, a csújai mi az ezzel a hanggal, amit megalkotott az elbántira, ez viszont folyamatos tárgya volt, mert az X év alatt, ameddig csináltuk, nem nem tudtuk úgy megszokni, vagy, vagy mindig a nevetéstárgyát képezte ez a hang. Neked, mint, mint Kelly Bandának, tehát kellett valamit a hangoddal művelned, vagy teljes egészében a, a hát, beszéd hangod? Nem, a kis butaszőkéből egy picit kellett csepegtetni, de hát ez megvan. <laughs> de mégis más, tehát más, más a hangod. Olyan furcsa különben, és ezt én csak azzal tudom magyarázni, hogy amikor meglátom a figurát, akit csinálnom kell, akkor jön egy hang, és akkor én azt, azt nem tudom úgy, tehát ez abszolút tudatalat jön legalábbis belőlem, hogy hogy akkor jön egy hang, jön egy karakter hozzá, és akkor az lesz. Volt-e kedvenc jeleneted? Akár szinkron szempontjából, akár pedig ö, ö, a sorozat szempontjából? Tehát ezt hozzáteszem, hogy ö, csúlyeimre tudott mesélni. De nekik azért nagyobb poénhalmazuk volt, mint a gyerekeknek. Mondjuk nekem, amire így, így visszaemlékszem, mondom, így részek, abszolút nem maradtak meg bennem, mert mondom, rengeteget is csináltunk belőle. De volt egy ilyen, nem tudom, kétszázadik, ötszázadik, x századik résznél, volt egy olyan, amikor a szereplők teljesen civilbe voltak, és ilyen összevágások, bakik, nem tudom mik. És az valami hihetetlen volt, hogy, hogy ahogy ők ott ültek, és így meséltek, sztoriztak, bevágások, az, hogy a Peggynek nem ez az írdatlan vörös haja van, hihetetlen. Szóval az, az, az maradt meg így bennem. Kicsit más téma. Milyen zenéket szeretsz? Milyen a zeneízlésed? Zeneízlésem Bármi. De ez is, amit éppen hallok a rádióban, vagy... Most például tankcsapda megy otthon a gyerekem miatt egész nap. Jó, szóval minden nevő vagyok, de ugyanúgy az operai, szóval nagyon-nagyon szélsőséges. Meg nem is az, hogy mit tudom én, én, én egy együttesért rajongok, hanem mondjuk, hú, ez a szám megtetszik azért, mert mert zeneileg, vagy azért, mert a, a szövege valamit ad, vagy, vagy valamire emlékeztet, úgyhogy nem, nem vagyok én ilyen rajongó típus. Szoktál bulizni járni? Van rá időd? Nincs. Egyáltalán? Mikor voltál egy jó kis partiba utoljára? Hát mondjuk így szilveszterkor így, így barátokkal, de, de végül is akkor is a gyerekkel voltam, vagy, vagy ott volt a gyerek, és a gyerekkel táncoltam. Nem. Az az igazság, hogy így, így a baráti kör egy az, hogy le is szűkült, mert szóval az én munkám olyan, hogy Ma tudom meg, hogy holnap dolgozom, vagy holnap hogy dolgozom, és nem az, hogy reggel 8-tól délután 4-ig dolgozom, és a szombat-vasárnapom mondjuk szabad. Ma például szabad a szombatom, a vasárnapom, de ki tudja, hogy jövő héten az lesz-e. Szóval na nagyon ilyen keverve dolgozunk. Úgyhogy nincs is, nincs is idő, mert mondom, a, azok a barátaim, akik egy irodába dolgoznak, azok hétvégén elmennek, erezdel a hajam, én meg akkor lehet, hogy dolgozom, vagy lehet, hogy egész héten annyit dolgoztam, hogy nem maradt a gyerekemre időm, és akkor ezt hétvégén próbálom bepótolni. Kaptam egy e-mailt egy, e egy általános iskolai évfolyam társamtól, akire nem tudom, hogy, de rá emlékszem, így a nevére is emlékeztem, meg hogy hogy nézett ki, vagy hogy nézhet ki most. És akkor így visszaírtam neki, hogy hát igen, így, így, így tudom, hogy ki vagy, vagy mi vagy. És akkor ment így egy hónapig ilyen levelezgetés, és akkor mondta, hogy olyan jó lenne itt találkozni. És akkor épp a héten el tudtam hozzájuk menni, van egy kisfia, és hát ott voltam x órát, és, és úgy, hogy soha nem beszéltünk, de tényleg soha, vagy hogy miért pont az ő neve maradt meg így az agyamba, hogy pedig hát nem osztálytársam volt, csak egy év folyamra jártunk, jó mondjuk nyolc évig, de hát akkor is. De úgy tudtunk beszélgetni, mintha barátnők lennénk húsz éve. És ez annyira megmagyarázhatatlan számomra, hogy hogy ilyen dolgok hogy történnek, vagy miért történnek. Na, de ez egy abszolút jó, meg, meg pozitív dolog. Na? Ez jó volt. Filmszemlén lehetett engem látni. Na, egy filmbe, egy vizsgafilmbe. Na? Érdekel? Van egy, a Tabák kata nevezettű színkra rendező, és ő jár a főiskolára, adásrendező szakra, és hát nekik vannak ilyen vizsgafilmjeik fél évente. És akkor az egyik, vagy hát az ő vizsgafilmjében egy leszbikus lányt játszottam. Izgi téma? Mehet. mond. mond. <laughs> Na hát semmi olyan nagy dolog nem történt, mert kint voltunk a normafánál, nagyon hideg volt, tehát állig kabátba, sálba, sapkába beöltözve a német borival történt ez az ominózus jelenet, és amikor, hát ezt kint forgattuk, akkor mondom, hát így, így hideg volt, de úgy sütött a nap, meg úgy jöttek-mentek a normafánál, és akkor hát simogattuk egymást. Azért ez a szituáció, ez, ez benne van. De hát mindenki ott leállt, nézelődött, hogy mi történik itt. Egy-kettő oda jött megkérdezni, hogy ez a Kovinak a filmje lesz. -e? Meg hát mondjuk a legnagyobb az az volt, hogy csak sétáltatta a kutyákat is, és egy kutya kettőnk közé jött, és így teljesen odafurakodott kettőnk közé, ami miatt meg nem tudtuk forgatni, mert a kutya nem akart elmenni onnan. Úgyhogy ez, ez, egy ilyen kis vicces. Na, ott legalább láthatnak, ha valaki ezt, ezt meg tudja nézni, vagy meg tudta nézni. Hétfőket szerda ez a film címe. Rövid film, bocsánat, mert 11 nehány perces. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm, bármikor szívesen jól érezzük itt magunkat. Jövök! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.